nagyon óvatos vagyok ezekkel, a kiszaladgálunk az autóért, csak úgy tömegközlekedéssel, repülővel, stb., mert nagyon sok a lukra futás. És akkor ugye ott állsz hülyén táskával a kézbe egy szarautó mellett, és akkor rajtad van a presszió, hogy most vegyél, ne vegyél, hogy mész haza. És így nagyon könnyű tényleg megvenni. Igen, Csikós így vett Mercedes. Így van. De vettem ilyen klasszik némettől kocsit, aki ilyen könyvelő fazon, német könyvelő fazon. Attól jó autót venni. Rendben is volt az autó. Hát megláttam a házat, már láttam, már tudtam, hogy itt autót veszünk. Mit vettem előle? BMW 320 dízel. Kombi. Mikori? 2006. Figyelj, Bandi mindjárt hegyezi a füleit. Ez az E90-es már. E90-es már, igen. Igen. De hát hibátlan volt a kocsi, de annyira, hogy... És megvásároltad? Persze. Azt nem mondod meg mennyire, hiszen... Hát az most mindegy. Egy jó ára. Lehetett alkudni Jürgennel? Lehetett Jürgennel alkudni, Jürgennel. Magán Jürgen volt? Magán Jürgen. Hoppá. Magán Jürgen. De nem, mondom, hát megláttam a házat, láttam, hogy itt probléma nem lesz a kocsival. Milyen gyakran jársz magán Jürgenekhez? Ritkán. Mert általában ott is már nem mindig ne perírdek. Hasszánok, persze, meg alig. Viszont nagyon okosak mondkod. Meg Juri, meg Vladimir. Látod a környezetet, akkor abból már nagyon sokat le tudsz szűrni. Én nagyon sok neppernél jártam, meg magánembernél, és tényleg amikor ott tetsz a brazil focsi csapathoz, kutyák hordják elő a csirkecombot az udvarból, akkor onnan nehezen veszel autót. Mert magán Jürgennél milyen volt a környezet? Milliméterre nyírt fű. Egy gaz sehol nincsen, kijött Jürgen, én néztem az autót, ő szedte a kő közül, talált valami kis fűszálat, és azt ott húzta kifele. Hoppá! Te úgy felcsillant a szemed egy jó 320D-re. Én nagyon szeretem a 320D-t, de rájöttem hosszas meditálás után, hogy ez nem az én autóm. Mert egész egyszerűen ez túl nagy a kockázat minden 320D-ben. Egyébként mi? Minden komorél dízelben, én azt mondom, hogy ez nem az én A-kategóriám, nem bírnék fenntartani, nem szeretnék fenntartani egyet, mondjuk így. Ha nagyon megerőltetném magam, lehet, hogy ki tudnám fizetni, de nem. De miért? Hát ki más tudna jobban kettős tömegű lendkereket cserélni, mint te? Hát az a baj. A többi meg mit számít? Hát többi meg kell venni. Hogy meg kell venni a kettős tömegű lendkereket, ki kell fizetni az adagolóst, be kell méretni a csúcsokat, stb. Most csak egy pár dolgot mond az ember, de ennek az autónak a fenntartása egész egyszerűen sokkal több, mint amennyit én szeretnék egy autó fenntartására költeni. Nem muszáj, hogy bejöjjön, nem kell 100 000-eket költeni minden 320D-re évente, de hogyha egyszer beüt, én nem szeretném kifizetni azt a 500 000 forintos számlát. Sok mindent meg lehet csinálni egyébként a komorélen is most már, úgy magad, de azért bele lehet nyúlni. Bele, persze. Minden sokkal drágább. Tehát van egy olyan 5-10-es szorzó minden javítás árában. Tehát hát attól függ, hogy miről van szó. Adagolót én szétszedek a satupadon, 5000 forint a tömítéskészlet, összerakom, amit kell, feldörzsárazom, hogyha ki van kopva a csapágyben, de stb. Megcsinálom mindent magamnak, és visszarakom. Egy komorél rendszernél, hogyha bármi letérdel, az 100 000-nél kezdődik nagyjából. Hát ez valóban így van. A Bandi az a fajta autóvásárló, akinek ilyennek kéne lenni mindenkinek, hogy föl kéne mérni azt, hogy oké, hogy ennyibe kerül az autó, de hogyha bejött egy 400 000 forintos számla, akkor ő azt szeretné-e kifizetni? Szeretné-e? Lehet, hogy ki tudja fizetni, és az is lehet, hogy majd lehetősége van rá, anyagi lehetősége van rá, de szeretné-e, és fájna-e? Hogy mennyire fájna? Lehet, hogy kicserélsz rajta egy turbót, szerzel egy olcsó használt turbót, aztán lehet, hogy más baja nincs is, de lehet, hogy beszapod, és akkor tényleg még az én jó kapcsolataimmal, meg a saját szerelésemmel is 200-300 000 forintot még ráköltök pluszba erre az autóra, és úgy gondoltam, hogy én ezt a kockázatot nem szeretném bevállalni. Egy keveset futott kintről, ami igazolható kilométer, a keveset futott az ebben az esetben lehet nyugodtan 300 000 kilométer is, mert nem a 800-ról tekert 200-at veszi meg, vagy 150-et. Jellemzően egy ilyen elterjedt tévhit, ugye a PDLM csere, hogy mert az 200 000-nél letérdel, meg az milyen drága. Persze, mert amikor megveszi a Magyarországon, akkor már a 250 000 kilométeres autó, vagy a 200 000 kilométeres, vagy 300, tök mindegy, az már vissza van csavarva 80-ra, mert az az igény. És akkor megveszi 80-nal, megy vele még 100-at, és akkor azt mondja, hogy 180-nál ez meg az a baja volt, közben lehet, hogy 4 van az autójában,